Hazai pályán elért győzelemmel folytatta pontgyűjtését a labdarúgó NB egy 9. fordulójában a DVTK női együttese. A piros-fehérek a szegedi Szent Mihály FC csapatát fogadták, és szinte végig nagy nyomás alatt tartották ellenfelüket. Aztán a második félidőben megjöttek a gólok is, és 18 perc alatt lőtt 3 találatával a DVTK vonulhatott le győztesen a pályáról. A Vakterfalni csapatkapitány vezetésével érkező piros-fehérek az edzőközpontban zárt kapus találkozón fogadták szegedi ellenfelüket a szombaton délután megrendezett bajnokin. Már rögtön a mérkőzés elejétől támadólag lépett fel a házigazda, és ezt a 4. percben Vakter kaput alig elkerülő lövése is jelezte. Mindent belek! Mindent belek! Mindent belek! 3 perc elteltével jött az újabb gólhelyzet, a beadás utáni fejes csak másodjára fogta a vendégkapus. Percek elteltével jött az újabb kontra. Hazai részről Vakter és Bradics zúdultak a vendégkapura, a csapatkapitány kísérlete kipattant a kapusról, és a második lövés is alig került el a kaput. A félidő felénél Olá indult meg a labdával, majd a kapuval szemben Barker vállalkozott lövésre, és csak centiket tévedett a támadó. Az első fél óra végén járt a bajnoki, amikor hatalmas kavarodást támadt a vendégkapu előtt, de ebből a helyzetből sem esett gól végül. Mint az az összefoglalóban is látszik, nagyon határozottan teljesített az első játékrészt, szinte egy kapuzott a DVTK, de a hatalmas nyomás ellenére nem tudta gólra váltani a fölényét a hazai csapat. Aztán a fordulás után egy bő negyed óra alatt eldöntötte a bajnokit a DVTK. Ugyanis ami nem sikerült az elsőben, az bejött a fordulás után, és 2 perc játékot követően Vakter szerezte meg a vezetést a Diósgyőrnek. 1-0. 64. perc. A szélről beérkező labdát közelről Barker továbbította a hálóba. 2-0. A középkezdés után szinte rögtön újabb hazai gól jött, a nagy lendülettel érkező amerikai légiós saját maga 2., csapata 3. találatát helyezte el a szegedi kapuba. A mérkőzés végén Szandó szép szabadrúgása után csattant a labda keresztlécen, de az eredmény már nem változott. DVTK Szent Mihály FC 3-0. Az első fél idő elején beszorultunk, nyomott az ellenfél, majd utána voltak olyan pillanatok, amikor sikerült ebből a nyomásból kiszabadulni, eljutottunk a kapuig, aztán a második fél időben meg egy bő negyed óra alatt leromboltuk mindent, amit az elsőbe úgymond felépítettünk. Én úgy látom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy az ellenfelünk sokkal határozottabb volt. A párharcait zömében megnyerte, és a kapu előtt pedig jó döntéseket hozott, ebből gólokat rúgott. Azt mondom, hogy nagyon apró lépésekkel, de mindig van pozitívum, hát aztán ez egy nagyon hosszú út, aminek még az elején járunk. Bár gólt ezúttal nem szerzett, de jól játszott, sokat vállalt ezen a bajnokin is, a pálya minden szegletében felbukkanó tehetséges fiatal támadó Olá Adrien. Az első fél idő az nehéz volt, megvoltak a helyzeteink, sajnos nem tudtuk értékesíteni. Úgy jöttünk ki a második fél időre, hogy szeretnénk az első pár percben gólt rúgni, hogy egy kicsit megkönnyítsük a magunk helyzetét. Szerencsére sikerült, gyorsan szereztünk két gólt, és sikerült győznünk. A helyzetek számában nem volt gond, de a kihasználással igen. Át kellett beszélni azért egy-két tennivalót a szünetben? Át kellett beszélnünk egy-két eseményt, de szerintem úgy különösebb probléma nem volt, mert a helyzeteink megvoltak, csak nem értékesítettük őket. Igazából próbáltunk még támadóbban felállni, így kijönni. Sikerült is, meg is lett az eredménye. Én elég kritikus vagyok magammal, szóval mivel támadó szellemi játékos vagyok, még csak 2 gólt sikerült szereznem. Egyiket szabadrúgásból, a másikat távolról, szóval szerintem már szeretnék még több gólt rúgni, és szeretnék még támadóban, még veszélyesebben futballozni. Azért edzek napról napra, hétről hétre, hogy ez kijöjjön. A mester megadja a bizalmat. Szeretnék majd élni vele, és szeretnék még jobban teljesíteni. Olá Adrien a csapatunk egyik meghatározó személyisége. Ebben az évben, mikor elkezdtük, akkor ebben az évben tulajdonképpen neki több védekező feladata is van a támadásokon kívül, ezért lőtt még eddig csak, én azt gondolom, 2 gólt. Folyamatosan próbálom úgy kialakítani a taktikát is, lásd most a második fél időben is, azért őt próbáltam szabadabban játszatni. A második fél időben én azt gondolom, hogy több jól adá is volt, meg többet volt játékban is.
de nem csak az a fontos, hogy ő rúgjon gólt, hanem az a fontos, hogy a csapat bármelyik játékosa ezt tegye. Hát a mai meccsen ő nem rúgott gólt, de felé a bizalom az nagyon nagy, ugyanis számomra ez egy presztízs kérdés, hogy én belőle váltott játékost faragjak. De azt gondolom, hogy jó úton jár efelé, sok mindent megtesz a labdarúgásért, ami kell az, hogy elérje ő is a céljait. Sokkal alázatosabb lett, mint volt, sokkal jobban odafigyel az étkezésére és a pihenésére. Tehát én azt gondolom, ha így folytatja, akkor előbb-utóbb ennek a munkának ki kell jönnie. Az elmúlt három mérkőzésen szereztünk egy pontot. Azt nem lehet túlságosan jónak mondani. A Ferencváros ellen is, meg az MTK ellen is én azt gondolom, hogy úgy kaptunk ki, hogy nekünk voltak lehetőségeink, főleg a Ferencváros ellen. Ott óriási hiányérzetünk volt abban, hogy kikaptunk. Az MTK mérkőzésen pedig mi úgy gondoljuk, hogy tulajdonképpen ezzel a két góllal, amit nagyjából mi hoztunk össze nekik, hogy saját magunkat vertük meg. És most úgy léptünk pályára, hogy tudjuk, hogy ezeket a pontokat már vissza nem tudjuk hozni, de hogy most egy magabiztos játékot mutatva sikerül győznünk. Az első fél időben is mi rúgtuk a mezőnyt, de az utolsó pillanatokban a nagy helyzeteinket sorra kihagytuk. Ez gondolom benne volt a játékosok fejében is, idegesek voltak ők is, én is a padon egy kicsit ingerültebb voltam azért, mert az elmúlt három meccsen csak egy gólt sikerült rúgnunk. Viszont a második fél időben úgy jöttünk, hogy szünetben mindent átbeszéltünk, nyugodtak voltunk az öltözőben, megkértem őket arra, hogy egy szerkezetet váltunk támadásban, és ezáltal próbáljuk azt, hogy még több játékosunk legyen elől, és hogyha valaki helyzetbe kerül, akkor csak próbálj meg a kapus mellett elgurulni. Tehát ennyi volt a kérésem, hogy ne idegeskedjenek, hanem legyenek nyugodtak. Nem kell mindenáron nagy erővel gólt rúgni, hanem elég egy kis egyszerű gól. És mint láthattuk, ez a másik fél időben nagyon jó végrehajtották, és nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy tényleg ilyen másik fél időt produkáltak. Az elmúlt napokban egyik külföldi játékosával szerződést bontott a DVTK. Így feltettük kérdésünket a szakvezetőnek. A téli átigazolási időszakban várhatóak további változások? Erősödik majd a keret? Azért fogok most dolgozni az elkövetkező egy-két hónapban, hogy télen meg tudjam erősíteni a csapatot. Két-három játékost szeretnék posztokra hozni, de főleg minőségi játékos, tehát azokra a posztokra, amin esetleg gyengébbek vagyunk. És akkor tavasszal van egy MTK mérkőzésünk, meg két Ferencváros. A Ferencváros is még fog játszani az MTK-val. Tehát én azt gondolom, hogy ha az MTK-t itthon meg tudjuk verni, és a Ferencvárost még egyszer megverjük, akkor és nagyon fontos az, hogy hátralévő három mérkőzésünket most össze sikerüljön megnyernünk, akkor lesz esélyünk arra, hogy bejussunk a bajnoki döntőre. Döntőbe mi az öltözőben nem tettünk le erről, tehát folyamatosan azért dolgozunk, hogy meglegyen. Próbálom a lányokat úgy felkészíteni, hogy tényleg minden meccsre úgy készüljünk, hogy ezeket a mérkőzéseket nekünk meg kell nyerni, ami hátra van, és mindenféleképpen úgy fogunk télen felkészülni, hogy szeretnénk azt, hogy ez a döntőbe kerülés az nyitott legyen, és bízunk abban, hogy ez sikerülni fog. A folytatásban pedig november 14-én lép pályára újabb bajnoki majd a csapat Budapesten, az eddig mindösszesen 3 pontot gyűjtő Kelenes SC otthonában.